2014-ben Erdély Zsoltal legutóbb, most a Nemzetek csatáján lép ringbe Perutek János, aki nem meresleg csatornán kommentátora. Peru Szántő Öcsi bácsi irányításával készül fel az előpróbára, vele beszélgetünk most, bár amennyire tudom, most nem kisebb David Kótai Mihály veszi át a felkészülésedet, mert Öcsi bácsinak ugye Bakuban vannak feladatai. Jó reggelt, szia, szia! Jó reggelt kívánok! Na no, hát, hú, mikor ezt megláttam, hogy itt most nem másokról fogsz beszélgetni, hanem rólad fogunk beszélgetni, akkor azt mondtam, hogy hoppá, az azért egy, egy, egy minden szempontból. Mikor indult ez a dolog nálad, ez a fejlődés, hogy ne csak a ringen kívülről, hanem belülről is teszteljük magunkat? Hát, hogy 6-7 évvel ezelőtt jött ez a fejlődés, pár klubba ellátogattam akkor, 120 kiló voltam, úgyhogy nagyon sokat kellett dolgozni azért, hogy ugye... Ezt akarom mondani, most cirkálósúlyba fogsz majd... 90 lenni. kilóba tudjak bunyózni, Uh, és azt érzem, hogy az a csoport is egy picit sok. Szóval ez egy nagy, nagy ilyen kalantúrának indult ez a dolog, és tényleg megköszönöm mindenkinek, aki a profi a meg a olimpiaiba dolgozik, mert mindenki támogatta ezt a, ezt a kis törekvésemet, hogy ne csak a ringen kívül, mint kommentátor vagy ring speaker uh, lássam a bunyot, hanem belül is átéljem. Az én 14 évet birkoztam kölyökkoromban, tehát volt egy sport alapom, amire ezt fel tudtam helyezni ezt a dolgot, és hát 2013-ban eljött a nagy pillanat, és, és beléptem ott a ringbe. És jött egy ilyen oltatatlan vágy, hogy egyszerűen érezni akarom, hogy milyen az, amikor landol egy ütés az arcomon, vagy inkább az én öklöm a másik arcán? Nézd, te ismerted az édesapámat, Igen, ő nyolc... nem. én könyörögtem neki a Rocky filmek hatására a gyökölvívó lássák. mindent tudom. kitalált az öreg, villanyszünet van az evigben bezárt, elvitt birkózni, ebből egy nagyon-nagyon hosszú birkózás következett. Az apu nagyon szerette az ökölvás, de azt nem nagyon szerette volna, hogy én boxoljak, viszont a, a fejlővésem az megmaradt, uh -huh. és hát gyakorlatilag két évtizedet vártam arra, hogy ezt beváltsam, és hát nagy élmény volt, megmondom, ezt olyan volt, mint egy űrutazás. Igen, csak ugye itt azért az volt nincs olyan, hogy egy időtán az ember elkezd az amatőrök között, itt gyakorlatilag vagy a profi van, vagy semmi bizonyos szempontból, tehát a totális mélyvízbeugrás, ahogy vesszük. Abszolút, abszolút, elgondolkodtam annak idején, hogy esetleg amatőr mérkőzésekkel kezdjem el, de úgy éreztem, hogy nincs értelme, tehát teljesen fölöslegesen vívnám ott a csatáimat. Itt a profiban két magyar fiú ellen küzdöttem, nagyon-nagyon jó ellenfelek voltak, az egyik az rutinos is volt, az első, neki nagyon sok mérkőzése volt, most viszont egy június 20-e, majd egy német fiúval fog boxolni. Mit tudunk róla? Nézd, a nevét nem tudom, nem szeretné elárulni a csapat, a Vince Feigenbusznak a csapattársáról van szó, aki a Kelemen Balázsal nem mérkőzött uh -huh. Németországban. Ö, ennek a gánának a promótere is ismeri ezt a csapatot, és onnan fog fognak küldeni egy cikkáros jogboxot. Uh -huh. Na, hát persze nyilván jó lenne tudni a nevét, meg, meg egyáltalán ugye a boxoló stílusát, alapállását és a több, és a, több, és a több, mert azért gondolom azzal nem árt képben lenni. Viszont beszéljünk egy picit a tesz személyes felkészítésedről. Ugye nyilván azért az a másfél évtized az eltűnt idő, amit eltöltöttél az e-sportban, az egy kiváló alap. Azért ilyenkor azt szokták mondani a szakemberek, hogy ezek az izmok nem felejtenek, még akkor is, ha más mozgásformáról beszélünk, de nyilvánvalóan van egy olyan alapkondíciód, amire már lehet építkezni. De azért egy, egy, ez négy, menetes lesz. Ez négy, menetes lesz. négy menet azért. Tehát ott már a harmadik perc után is lehet kapkodni a levegőt bőségesen, látjuk ezt a ringen kívülről. Szóval hogy áll a, hogy áll a dolognak a, az ennülléti része a felkészítésedben, és akkor utána picit beszéljünk majd a, a taktikairól is. Hát a kondicionális felkészítésemet az, azt, azt saját magam végeztem el a futóedzésekkel, illetve ezt is a Kótai misivel raktuk össze, hogy ezek a futóedzések hogy, hogy néznek ki? ki. Persze, a, nem csak futkározik szakmai... az ember, hanem Igen, annak van Igen, nem, elég... hát ilyen sprinteket persze. csinálok, meg hosszútávú futásokat is, <gül> <gül> és a, hát a szakmai munkát eleinte a Bogdán Golyó Zsoltra, Szabadia -e, nagyképpen fogalmazni bíztam, őt kértem meg, de őnek is annyira berendült a saját karriája, még minden, hogy én nem, nem szívesen terheltem volna tovább a saját személyem előtt, illetve jött egy lehetőség, hogy az öcsi bácsival dolgozzak, és ö, dolgozzak, hát oda bemehetek és ott tetszettek, <laughs> finomabban fogalmazva, és ezt nem szerettem volna kiadni, és nagyon csinál. jó döntésnek találom, én nagyon-nagyon megszerettem öcsi bácsit, én korábban is ismertem, de nem voltam vele ilyen közeli kapcsolatban, és a rendkívül ö, Ö, nagy formátumú tréner, pontosan azért, mert a nagy bajnokok és a rengeteg olimpiai érem után egy ilyen kalandorral is képes volt <laughs> foglalkozni, mint én, <laughs> Ez és, 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 tényleg nagyon, nagyon, hálás vagyok neki. Ezt egyébként a kommentátor munkában is nyilván kamatoztatni fogom. Persze, mert, mert, azért azt gondolom, hogy az a tapasztalat, amit az ember ingyen belül szerez, az semmilyen sem hasonlítható. Tehát meg lehet nézni ezer és ezer mérkőzést ahhoz képest, amit az ember mikor ezt átéli, és tudja, hogy milyen, amikor tényleg a fülén is venni a levegőt, Azért az, azért az egészen más kérdés. Tehát, tehát van ebben egy picit olyan szándék is, hogy a, a te kommentátori munkádnak egy, egy árnyalatát színezd át azzal, amit tapasztalsz? Rengeteg szándék vannak ezekben a mérkőzésekben. Ez az egyik egyébként, hogy jobban tudjak mm -hmm. ilyen tekintetben teljesíteni, mint kommentátor. Egészen más dimenzióban élt meg az ökölvívás nyilván a két mérkőzésem mm -hmm. után. Ö, rengeteget voltam én öltözőben, tényleg nagy boxolóknak láttam az utolsó pillanatait, de az mégsem ugyanaz, mint amikor te is átéled ezt, is, és látod, hogy a másik öltözőben éppen a madár melegít, te meg ö, éppen a saját magad meccsével vagy elfoglalva, és ö, ö, oda tudtam érni olyan boxolókkal egy gálára, akik tényleg ennek a szakmának a krémje és ezt folytatjuk tovább, itt is a Surák és a Polsztár Tomi fog boxolni, tehát csupán olyan Igen, sportoló, akik azért ebben a szakmában elértek sportolóként. Sőt, mint több, ugye azt is akartam kérdezni, hogy azért ez egy, ahogy négy, nézem ezt a programot, ez egy nagyon nagy szabású küzdősportgálla lesz, Igen. tehát a, a, a körülvívás egy része lesz a profi körülvívás ennek. Üh, mire számítson az, aki a Nemzetek csatáját szeretne egy kicsit közelebbről megismerni, hogy miről szól ez? Ausztriában meg Németországban ezek az úgynevezett hibrid gálák, amikor van TIE box, KITE szabályrendszerű mérkőzés meg box, ezek nagyon népszerűek. Mi már többet szerveztünk így a kollégáimmal ilyeneket itthon. Most Dunavimáros úgy döntött, hogy csinál egy ilyet és Muay Thai káj, szabályrendszerű meccsekre lehet számítani, lesz ebből címmérkőzés is, <laughs> és hát természetesen profilkövívás is lesz, lesz Dunai Városi Boxoló a Kovácsicsi szemében, illetve a Surák is szemében, Pestről mi meg a Polestar Tomival <laughs> fogunk leutazni. Na, van a küzdősport mondjuk úgy jelen, jelenednek és, és, tevékenységednek egy másik területe is, és abban mondhatni, hogy egyedüli rekordár vagy, hiszen boxban, MMA-ban, ben is szerveztél már promóterként megjelent világbajnoki címmérkőzés, ez tényleg elég ritka. Ez a része most háttérbe szorult-e, vagy ez megint éppen, hogy ellenkezőleg egy lépés ahhoz, hogy, hogy még bejebbásd magad, mondjuk aktívként is ebbe a világba? Nem szeretnék promóterként a továbbiabban dolgozni. Nagyon sok mindent megtanultam ebben az 7-8 évben, az, hogy hogyan érjem el az álmaimat, meg a céljaimat. Rendkívül hasznos időszak volt ez de most már mérkőzés szervezőként ö, ö, dolgozom, és a promóterekre bízom azt, hogy ők hát rendeznek gál gálákat. Aha. Hála jó Istennek, mindegyik magyar promóterrel rendkívül jó viszonyt ápolok, ö, rendkívül sok nemzetközi mérkőzésben dolgozunk együtt, akárcsak ugye a Kelemennek a, a legutóbbi Igen. csatája, erre nagyon-nagyon büszke vagyok ezekre a kapcsolataimra és ezekre a viszonyokra, ez így így fog maradni. Vannak nagy mérkőzés szervezők a szakmákban, világszerte a profi és az ő, ő útjukat szeretném követni. Uhum. Na és akkor egy picit még arról, hogy személyesen magad mit veszed a mérkőzéstől, mennyi időnk van még? Már úgy jöttem, hogy neked a hátralévő felkészülés mi, most... Még két hét van, lesznek még kezdtűzéseim a kótai Misi-vel, 90 kiló a Misi most, ugye, akkor, ez... akkor így egyszerűen egy súly van. Egy <suk> pici magaságkülönbség van köztetek. Van, de, de olyan, olyan kellemetlen, robbanékony fazon... Még meg... mindig, eh, mi? teljesen má, tehát amikor megüt a Misi, teljesen másfajta ütés érkezik, mint az összes többi boxoló. Tehát egy félelmetes, nehézkező ember a mai napig holnap egyébként én fogok majd a ring sarkába állni, Aha. a Ranekkal fog egy bemutató meccset bunyózni, aztán ő majd visszaegye ezt a nemzetek csatáját. Mm. Én nagyon rég barátságban vagyunk, promótáltam is a mérkőzést, és tényleg megmaradt a jó viszony, úgyhogy segítjük Ez egy, egy, egy ember egyébként, Ami nehéz a keze, olyan nagy a szíve és olyan, olyan édes aranyos, úgyhogy... Jó, hát nyilván, amikor azért elhelyez egy-két akkor nem annyira aranyos, de hát ezt akartad, ezt vállaltad, ezt szeretnéd volna, nem? Először, amikor vele, és még kezdő voltam, akkor ő ütött meg először úgyhogy nem tudtam, megfogtam a linkot, és azon gondolkodtam, hogy elesek -e, vagy ne. Bár egy, egy rendes álló rám és ott tanultam meg egyébként, az, hogy milyen az, amikor pofont kap az ember. Én és hogy átmegy az egy kicsit. Sok élményt szereztem a, a Misi-nek köszönhetően, tényleg rendkívül jó sziológiailag is felkészít ezekre a mérkőzésekre. Régi barátok vagyunk, kívülről, belülről ismert, tudja, hogy én ezt miért szeretem csinálni, és emiatt ő teljesen rá tud állítani erre a dologra. Nem, mint hogy ő Csibácsi nem tudna, persze, csak ő most Bakuban van. Persze, így van, Sokkal én most Bakuban van. Na, hát van. kapcsolatban akad neked is azért egy-két dolgod itt nálunk, úgyhogy azért miközben az edzésekre készülsz, kérlek szépen, hogy ne hagyd el a kommentátor fülkét, és sűrű, mert, nem, mert nagyon szeretem csinálni, és a tekvandóban nagyon várom, hogy ma legyenek komoly eredmények. Így igaz, így igaz, úgyhogy akkor ebben a tekintetben is várunk rá, és szükség van a te szakértelmedre. Akkor további hát. sok sikert a hátralévő felkészüléshez és az álmaid ilyen formájú megvaló. Nagyon És szépen köszönöm, hogy